Kolibri színház vár. Minden nap mesélünk nektek a YouTube csatornán. Kolibri színház vár, Kolibri színház vár, Kolibri színház vár. Sziasztok, én ma egy Benedek Elekmesét hoztam nektek, amely egy lányról és egy macskáról szól. És megkértem az unokahúgom kislányát, Rezedát, aki 6 éves, hogy rajzoljon hozzá képeket. Fogadjátok szeretettel! Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, volt egyszer egy leány. Ennek a leánynak nem volt sem apja, sem anyja. Egyedül lakott egy házban, egy macskával. Egyszer kalácsot süt a leány, s amint falatoznék, hozzádörgölőzik a macska, s kéri. Adj nekem egy kis kalácsot, rákiáltott a leány. Sicc, takarodj, nem neked való a kalács. A macska elszaladt, de egy kis idő múlva visszatért. A leányhoz dörgölőzött, s kérte szépen. Adj nekem egy kis kalácsot. De a leány megint rákiáltott. Sicc, takarodj a szemem elől, nem neked való a kalács. Na jól van. Elszaladt a szegény macska. Lefekszik a kemence patka alá, s ott dorombol nagy szomorúan. A közben beesteledik, s hát az ajtón zörget valaki erősen. Bekiált az a valaki. Nyisd ki, leágy az ajtót, mert ha nem nyitod, betöröm, s úgy is elviszlek. Ugyan bizony mit gondoltok, ki lehetett ez a valaki? Az ördög volt ez, aki a leányt szerette volna feleségül venni. Mert úgy tudjátok meg, olyan szép volt a leány, de olyan szép, hogy nem akadt párja 7 puszta határban. Haj, édes Istenem, megijedt a leány, nem tudta, hová legyen, hová rejtőzzék el. Sírva ríva kérte a macskát. Cicuskám, macurkám, segíts rajtam, mondta a macska. Te sem adtál kalácsot, én sem adok tanácsot. Közben az ördög elment, de egy óra sem telt belé, visszajött, s még erősebben kezdett zörgetni az ajtón. Bekiáltott másodszor is. Nyisd ki az ajtót, leány, mert ha nem nyitod, betöröm, s úgy is elviszlek. Még jobban megijedt a leány. Sírva ríva kérte a macskát. Cicuskám, macurkám, adj nekem jó tanácsot, akkor én is adok jó meleg kalácsot, mondta a macska. Amikor kértelek, nem adtál kalácsot. Most már hiába kérsz, nem adok tanácsot. Ez alatt az ördög csak zörgetett az ajtón, egyszer aztán puff, betörte. Fogta a leányt, s elvitte. Ha a leány csúnya lett volna, az ördög nem szerette volna. Ha kalácsot nem sütött volna, a macska meg nem kívánta volna. Ha adott volna a macskának kalácsot, a macska adott volna a leánynak tanácsot. És akkor talán az én mesém is másképp történt volna. Itt a vége, friss elmélet.